egy kis amerikai túrára indulunk, amelyben nem csak ez a baseball sapka lesz segítségünkre, hanem ez a két amerikai gyártmányú GP Enterprises AR-15 klón. Ezek a fegyverek a hagyományos AR-15-től számos részletben eltérnek, noha működési elvük azonos, ezek is forgózárfejesek, direkt gázelvételes rendszerrel, tehát itt a fegyvercső fölött megy egy gázelvételi cső, innentől, amelyik direkt a zárkeretre vezeti rá a lőporgázokat, és ez végzi gyakorlatilag a kireteszelést. Kezelőszervek nagyjából megegyeznek egy hagyományos AR-15-tel. Ez a tárkioldó, ebből találunk egyet a túloldalon is. Megnézhetjük, hogy a zárfelhúzó kar az nem csak a kicsi T-fogantyú, hiszen az optikától nem mindig lehetne hozzáférni, hanem van egy ilyen bővítő rajta. Ugye a zár az utolsó lövésnél hátul marad. Kivesszük a tárat, a zárakasztóval tudjuk előre engedni. A biztosító a megszokott AR-15-ösök többségétől eltérően ezen a fegyveren is kétkezes kialakítás. Így van bebiztosítva, pedig kibiztosítva. Azt érezzük a sütésre, hogy lényegesen jobb, mint egy hadipuskáé, kifejezetten sportelsütő szerkezetű fegyverek ezek. Ami még feltűnő ezen a kivitelem, hogy hiányzik a dust covernek nevezett ajtócska. Ezen a fegyverem nincsen forward assist, ami a másikon megvan. Ugye ez arra szolgál, hogyha a zár nem csukódik teljesen hátra, vagy hátra előre, akkor ezzel lehet rá segíteni. A rozsdamentes acélcsövek is elég feltűnőek, mint eltérés egy normál hadipuskától. Jóval vastagabbak is, és hát a csőszájfékek is magukért beszélnek. Ezen a fegyveren egy lényegesen nagyobb méretű, nagyobb hatásfokú csőszájfék van, de a másikon se kicsi. Mind a két fegyverről hiányzik a klasszikus AR-15-ösökön megszokott hordfogantyúba épített irányzék. Ehelyett egy szereléksént találunk a tok teljes hosszába felül. Ezekre ugye lehet fémirányzékot, mechanikusat felszerelni, vagy reddotot, vagy igény szerint távcsövet is. És elől, ha megnézzük, szintén szerelékségeket találunk ezen a tömbön, amire ezen a fegyveren már rajta is van az előső irányzék. Semmi hátralugása nincs. Mint látható, az kifejezetten sportfegyver, cserélhetőek erről az irányzékbetétek. Igazából itt az a jó, hogy egyszerre nagyon sok irányzékon keresztül láthatom a Jánost, ez igazán szívmelengető. Ami még eltér egy hadipuskától, az az a váltámasz, amely merev, rendkívül, és van még rajta egy áltámaszként szolgáló szivacsbetét, és egy nagyon vastag gumitalp, ami puha és csökkenti a hátralugást. Ez annyira puha, hogy a hátsó fogokat hiába éri el, kiverni nem lehet vele. Mindkét fegyver 223 Remington kaliberű, gyárilag egy darab 10-es tárat adnak hozzájuk, de hát mint tudjuk a 10-es tár egy AR-15-höz az elég nevetséges. Tehetünk bele természetesen 30-as tárat is, ez már némileg jobb szórakozást nyújt, de az igazi ultimate megoldás a 100 lőszeres bétamag. Duplán felcsigázó. Így van, duplán felcsigázó. Csiga, biga, gyere ki, ég a házad ide ki. Tehát ebbe a csigatárba így kézzel is be lehet tenni a töltényeket, de ez igen nagy erőt igényel, mint látható itt ilyenkor léptetett. Ehhez van hozzá egy ilyen praktikus kis tártöltő szerkezet. Bedobálunk 5 darab töltényt. Ami jóval könnyebb, hogyha látjuk is, mit csinálunk. És itt szépen le tudunk belenyomni. A fegyverek elő, hogy alumíniumból van, ezek a nagy kivágások, ezek a
hő elvezetését segítik, és a tetején pedig kis hernyócsavarokkal ellátott huratokat találunk, ide még plusz szereléksint lehet rögzíteni. A részleges szétszerelésük ugyanúgy történik, mint bármely más AR-15-nek, tehát először kiveszem a tárat, ellenőrzöm a töltetlenséget, elcsettintem, kinyomom ezt a stiftet, le tudom nyitni, tehát csőletörős, mint egy Slavia, kiszedem a másik stiftet, külön választottam az alsó részt és a felső részt, az USA-ban ugye csak ez számít lőfegyvernek, ezek teljesen szabad forgalmúak, akár postán is lehet rendelni, így kompletten. Ezt sajnos tálunk nem megoldott, de nem a Magyar Posta a hibás. Biciklin postázik. És lapja a csomagot. Kivettük belőle. Itt a zárvezető, az titánból készült, ugye ez normál esetben acélból lenne. Itt felül találjuk a gáz key-nek nevezett alkatrészt, ide vezeti be a gázt direkt a cső, ami a cső fölött van, és ez pedig a forgó zárfej, mint látszik, forog. És zárfej. Miért fölsz, Gábor? Kövér. És a zárfejnek az ellenpárját ott a csőfarba látjuk, ahová be fog reteszelni. Látható kakasos elsütőszerkezet van. Tehát az M16-osokhoz hasonlóan a helyretló szerkezet rugója az a váltámaszba helyezkedik el, és ezt hívják puffernek hozzá. Két igazi amerikai dolog, ami felélénk itt. Na tehát akkor a így kávézok én közelkép. Kávérét adta értünk! Oldaltálva fájom fel fülemnek. Ezt lőttem, de nem biztos, hogy én vagyok ilyen béna, mert ráközelít az irányzékra. Ez lelötyög. Meg kell húzni keményebben. Ez pedig a János lőtte. Kicsoda? A János lőtte, akinek nem lötyög a kezében az irányzék. Ez gyönyörű felé. Nem lötyög az irányzék, akkor már én is jobb ötlövéses szólást tudok lőni.